Szép jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak, a stúdióban Cutor Zoltán, Forgács Bianca és Galgóci Eszter. Június 1-én a státusz törvény és a rendőri erőszak ellen tüntettek a Belügynél, a tüntetők között pedig ott volt Nagy Ervin színész is, aki a 24.hu-nak azt nyilatkozta, jónak nem, de jogosnak tartja, ha néha fizikai erőszakban törnek ki a tüntetők. Úgy idézte, azt nem lehet elvárni, hogy valaki folyamatosan sakban tartanak, és ő majd mindig kulturált válaszokat fog adni. Párizsban már égne az egész várost, ahhoz képest a magyar diákok szerintem rendkívül kulturáltak, hogy mi történik velük és a jövőjükkel. A nyilatkozat annyira felbosszantotta Rákai Filipet, hogy Facebook posztban küldte el Ervint melegebb éghajlatra, de válaszra sem kellett sokat várni, és most már a viszont válasz is megérkezett. Ez ugye olyan, mint amikor a megafonosok beleállnak bármilyen ellenzéki nyilatkozatba, hogy fölfújják. Tehát nyilván Rákai Filip szerint Nagy Ervin szeretné felgyújtatni Budapestet, de hát szó nincs erről. Mint ahogy emlékszem, hogy nekem vagy hozzám hasonszörű embereknek bármilyen nyilatkozatát hogy forgatják ki abba, hogy biztosan 3 millió fideszest akarunk felakasztani, mikor szó nincs erről, meg nem is mondtunk ilyet. Itt csak a Nagy Ervin nem arra utalt, hogy fel kellene gyújtani Budapestet, hanem arra utalt, hogy egyébként mennyire türelmes a magyar nép, mennyire türelmesek a tanárok meg a diákok. Amit nagyon fontos elmondani Nagy Ervinről, hogy sok más ellenzéki aktivistával ellentétben ő azért nem áll bele mindenbe. Tehát vannak bizonyos ügyek, ami mellé kiáll. Tehát nem áll ki minden ellenzéki ügy, meg minden ellenzéki téma mellé, de azt lehet látni évek óta, hogy a tanárok és a diákok ügyét a szívén viseli, és amellett kiállt. Tehát nem, ő nem egy olyan csávó, aki ott hangoskodik, és most nem akarok, van más színész, aki mindig keresi az alkalmat, hogy odaugorjon, és ugye hangoskodjon, és hallassa a hangját. Ő aztán abszolút nem ilyen. Meg Ervin nagyon meggondolja, hogy mikor, miről beszél. Az van, hogy az a fajta kommunikáció, amit Filip folytat, az olyan szinten jellemzi ezt az egész megafonos gyűlöletkultúrát, olyan szinten jellemzi az egész megbélyegző kormányzást, amit a Fidesz folytat. Gyakorlatilag a megbélyegző, hogyha egyetlen egy szóban kéne jellemeznem, hogy mi az, ami leginkább jellemezte az utóbbi 13 év kommunikációját, és ezen belül is nagyon-nagyon-nagyon erősen az utóbbi 5-6 évet, az a megbélyegzés. És itt is ez történik, hogy megbélyegzés, nem tudom, hogy azt mondta, de hogy ugye Filip erre válaszképpen, vagy az első nagy interjú, vagy Nagy Ervin interjúra való reakciója képpen fölajánlotta Nagy Ervinnek azt, amit egyébként, ami ennek a kommunikációnak szintén az egyik legalja, tehát mindig alsó jobb oldalról jön ez az üzenet, hogy el lehet innen menni. Tehát tessék azt csinálni, amit Schilling, hogy tessék árut pakolni egy francia áruházban, a raktárban. És évek óta, egyébként a kádári időkre, és meg az azt megelőző időkre is jellemző volt ez, hogy megpróbálják megvonni az embertől a nemzeti hovatartozásának a jogát, a nemzeti identitását, és megpróbálni elzavarni ebből az országból. Azzal együtt, hogy megértem a felháborodást, amikor arról beszélünk, hogy vagy Rákai Filip, vagy a Megafon hogyan kommunikál, és hogyan forgatja ki a bizonyos mondásokat és üzeneteket úgy, hogy ebből ő tudjon valamit felépíteni. Emellett én nekem lenne kritikám azzal kapcsolatban is, amit Nagy Ervin mondott, írt. Így fogalmaz. Megértem, hogy szíves szerint újra nyitnád nekünk recsket, vagy elküldenél minket Szibériába, amért gerincünk, meg szívünk van. És ezzel mi a baj? Az, hogy... Mert tényleg az a baj ezeknek az embereknek, akiket az, hogy... egész életükben mellőztek, meg nem vettek észre, és most a Megafonnál végre megtalálják a helyüket. De tényleg ezek a Filip-félék, meg a Trombitás Kristóf, vagy hogy hívják azt a csávót, hogy tényleg ezeknek nem az a baj, még csak nem is az a bajuk, hogy a kutyak a kis cipőjüket se törölte sohasem ki belőlük, hanem hogy már általános iskolában, hogyha belegondolnak, észre se vették őket, és ilyen módon vesznek elégtételt. És ezek az emberek, és tényleg ez a baj, hogy tényleg el akarják küldeni recskre vagy külföldre őket. De, mert hogy ezt én... le is írja, érted? Ezt le is írja a Filip, vagy Kálmán.
A problémám, én nem olvastam ezt a Filipnek a posztjában. Hát azt mondja, hogy el lehet menni külföldre. De az, hogy el lehet menni külföldre, az nem egyenlő azzal, hogy szibériai munkatáborba takarodjon el valaki. És ez meg ugyanolyan kiforgatás, mint amiről az előbb beszéltél, hogy téged zavar. És jogosan zavar, csak nem gondolom, hogy az a helyes hozzáállás, hogy akkor elvégezzük ezen az oldalon is ugyanazt a műveletet, mert egyszerűen ez nem helyes. Az, hogy ma úgy látjuk, hogy csak így lehet kommunikálni, az egy baromi nagy probléma. De nem gondolom azt, hogy helyes ebbe a fajta kiforgatásba beleállni. Én azt gondolom, hogyha valaki örülne annak, hogyha emigrációba kényszeríthetne bárki mást ebből a nemzetből a gondolatai miatt, mert hogy ez viszont konkrétan megfogalmazódott, azt szerintem simán jelenti ezt. Ez nem a kiforgatás ennek a gondolatnak. Én szerintem egy viszonylag enyhe túlzás a recsk valóban, de azt a fajta felindultságot és megindultságot, azt meg tudom érteni az Ervinnek a részéről, hogy adott egy ügy, ami egyébként szerintem tényleg egy nemzeti ügy, az oktatásnak a kérdése, őt ebben megkérdezik, ő ebben nyilatkozik. Azért, mert nyilatkozik valamit, azért egyből szemet szúr valakinek is betámadják, és igen, abban egyetértek Zoli, hogy itt tényleg egy már több mint egy évtizede zajlik az, hogy van a magyar nemzet, és abból vannak kizárandó elemek. Tehát ugye a haza nem lehet ellenzékbe, onnantól kezdve gyakorlatilag aki nem ért velünk egyet... Nem csak ostobaság, hanem aljasság is, hogy a haza nem az lehet ugye ellenzékbe. Miért ne lehetne? Az ugye annak ugye el lehet menni, és akkor itt vissza lehet mindig utalni a Gyurcsányra, mert ez egy ilyen nagyon jó... emlékeztető arra a bizonyos elmúlt 8 évre, amit tönkretette az országunkat. Sőt, tökéletes partner, igen. De hogy én is azt mondom, hogy talán a recsk az erős volt, de az az ország, az viszont egy nagyon szomorú hely, ahol egy színész kiáll az oktatásügy mellett, és ezért utána támadás alá van téve. Ebben nincs vita kettőnk között. Ez egy szomorú helyzet, viszont az, hogy erre hogyan reagálunk, Nagy Ervinnek a válaszában már az oktatásnak az ügye, amiből kiindult ez az egész, gyakorlatilag szinte meg sem lett említve. De hogy nem, hát az iskolák ügye kapcsán is mondja, hogy nyugodtan el lehet adni, Filipkém, az egyik aranymercit, és add az árát egy olyan iskolának, ami bázik. Nem és gondolom, erre hogyan reagál, hogy Filip, és erre Filip azt mondja egyébként, és innen látszik, hogy mennyire alkalmatlan ember kerül egyébként, meg egy kormánynak talán legfontosabb kommunikációs szervezet élére is, mint főtanácsadó, azt tudja mondani, azt a nagyon szimpatikus dolgot, hogy akkor tessék beülni az aranymercimbe mellém, szívesen elviszlek egy körre. De kis te, csicska, érted? De Zoli, te gyakorlatilag így reagál. Zoli, te tényleg úgy gondolod, hogy Ervin részéről ez egy helyes mondás volt, hogy ez leírta az oktatási rendszernek a hiányosságait, az, hogy az volt a javaslata, hogy a Filip adja el az egyik aranyszínű merciét, és adja oda egy iskolának. Ezzel mit mondott? Bocsánat, Filip válaszában bármi szó volt az oktatásról, egyébként de az oktatás ügyéről? Persze, hogy nem, de... Hát akkor ez a lényeg, nem, mert ő a Filipnek nem, az válaszolt. De az a lényeg, hogy a Filip üzenetére válaszolt. A Filipnek nyilván az a célja, hogy elterelje a figyelmet a valós problémáról, és szerintem a probléma az, hogy az Ervin erre a vonatra felült sajnos, és ez szerintem nem kellett volna. Ó, hát akkor mit kellett volna? De tényleg, akkor mondjad, hogy mit kellett volna, mert lehet azt mondani, hogy mit ne csináljunk, mondjuk azt, hogy akkor mit kellett volna. Itt egyébként mindenféle, mielőtt itt kibontakozik egy nagy vita, egyébként értem, amit mondasz, Bianca, és alapvetően még egyet is értek, csak egy picit probléma az, hogy itt tényleg az első időszakokban, az első pár évben mindig az volt, hogy legyünk mi a jobbak, legyünk mi az okosabbak, mi nem szólunk úgy vissza, mi nem csinálunk semmit. Eljutottunk 13 év után arra a szintre, amikor én azt mondom, hogy tök értem, hogy ingerült a Nagy Ervin, tök értem, hogy ingerültek emberek, akik tényleg egyébként nem kiállnak és O1-géznek, amit ugye mindig számon kérnek, tehát nem az van, hogy itt prosztó módon megnyilatkoznak különböző ügyekben, hanem tényleg odaállnak egy olyan kérdés mellé, amiben akár még egy nemzeti minimumot is meghúzhatnánk, és ezért ki vannak téve támadásnak. Én
egyetértenék azzal, hogy jobb lett volna, hogyha azt mondja, hogy kedves Filip, te most engem támadsz, miközben egyébként ez, és ez, és ez, és ez nagyon fontos az oktatási törvényben, de megértem azt, hogy ez ki lett húzva ebből a történetből, ő egy személyes támadást kapott, és arra viszont személyesen válaszolt. Az más kérdés, hogy egyébként ezt lehet, hogy tényleg nem kellett volna egyébként, hogyha Filip egy picit belássa magát abból egyébként, hogy hogyan kell felkészülni egy filmre, mert most erre az Ervin féle válaszra is válaszolt már, ahol meg nyilván abba állt bele, hogy nyilvánvalóan Zsámbó Jimmyre nem kell annyit felkészülni, mint egy aranybullára, csak hát az a rossz hírem, hogyha életében egy filmet vagy egy normális filmet is csinált volna, akkor pontosan tudja, hogy teljesen függetlenül attól, hogy a Zsámbó Jimmyt mennyire tartjuk kulturális értéknek, hogyha azt akarod megformálni, arra bizony ugyanannyit, vagy lehet, hogy még többet kell készülni, mint hogy egyébként elolvasod az aranybulláról eddig fellelhető történelmi állításokat és tényeket. Egyébként ebben a válaszban szerintem inkább az volt a vicces, hogy ugye hosszan leírta, hogy a baloldali kultúrkör így kézben tartotta a filmet, és ilyen lila ködös filmeket gyártott, ugye ezt gondolom a művész filmekre próbált utalni. Amit ő soha nem fog megérteni, és nem is akar. De ez érted ízlés kérdése, szerintem nem kell mindenkinek független filmeket néznie, tök jók a nagy közönségnek szóló filmek is, inkább csak azon nevettem magamba, hogy majd utána kikéri magának a Zsámbó Jimmy sorozatot, mert hogy az alatta van az aranybullának, tehát hogy akkor így most pont hol állunk, vagy éppen mit szeretnénk kikérni egymástól. De ebben ugyanúgy, ahogy etikát meg erkölcsöt se keresünk, logikát se keresünk. Egy szülő panasz alapján az amerikai Utah államban egy iskolai körzet eltávolította a Bibliát az általános és középiskolákból, mert az vulgaritást és erőszakot tartalmaz, írja a BBC. A lépést egy olyan törvény tette lehetővé, amit még tavaly fogadta a Utah állam republikánus kormánya, ez megtiltja a pornográf vagy illetlen könyvek használatát az iskolákban. A Salt Lake City-től északra fekvő Davis körzetben még decemberben nyújtott be panaszt egy szülő a 2022-es könyvtilalmi törvényre hivatkozva, ez alapján egy bizottság döntött arról, hogy a Bibliát el kell távolítani az iskolákból. Az amerikai konzervatívok az utóbbi időben erőfeszítéseket tesznek azért, hogy betiltsák az olyan vitatott témákról szóló tanításokat, mint az LMBTQ jogok és a faji identitás Texasban, Floridában, Missouriban és Dél-Karolinában is tilalom van érvényben bizonyos sértőnek ítél a könyvekre. Másik oldalon pedig néhány liberális állam szintén betiltotta a könyveket egyes iskolákban és könyvtárakban a rasszista tartalmakra hivatkozva, meg ugye tudjuk, hogy van, hogy átírunk könyveket, meg a vóknak létezik ez a nagyon erős eltörlés kultúra. Na jó, itt emeljük ki, hogy itt, mert hogy elmondtad, de itt elmentünk a vók irányba, de hogy emeljük ki, hogy itt konkrétan mi történt. Ez egy trollkodás szerintem, igen. Nyilván ez egy trollkodás. Nem szerinted, hanem így konkrétan elérhető a levele a szülőnek, ami úgy kezdődik, hogy köszönöm Utah állam törvényhozásának és az Utah Parents Unitednek, hogy ezt a rossz hiszemű eljárás sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá tették. Most már mindannyian betilthatjuk a könyveket, és még csak el sem kell olvasni őket, vagy tudnunk, hogy mi van bennünk. A fenébe is még csak nem is kell látnunk a könyvet, tehát így kezdődik ez az üzenet. Tényleg arra, hogy az eltörlés kultúra, ez csak azért mondom, hogy szerintem nagyon veszélyes ezt eltolni a woke világba, mert hogy nyilvánvalóan... De hát a woke világnak ez az alapvetése gyakorlatilag, amire hivatkozva az alapvetése? Hát az eltörlés kultúra, igen. A woke világnak. Igen. Én szerintem egyébként a woke-ot meg az eltörlést is, főleg Magyarországon, ahol ezek egyébként nem létező történetek, ezeket egy ilyen bélyeként rádobjuk dolgokra, nem teljesen értjük, hogy miről szól ez az egész. Hogyha valamit egy picit számunkra túl liberálisnak tartunk, akkor már rányomjuk, túl liberális, hogy woke. Pontosan a liberálistól a leges-leges legmesszebben a vélemény nyilvánítás szabadságának ez a fajta korlátozása. Értem. Tudod, mit jelent a woke igazából? Hát a megébredtet jelenti. De ugye? Nem, tehát hogy mire használják ezt, hát a kifejezést? Hát nagyon sok mindent. Sok mindenre használjuk, de hogy eredetileg egyébként annyit jelent, hogy érzékeny a különböző csoportoknak a sérelmeivel szemben. És, tehát, hogy ezért érted, aztán elhallgattatja, kitörli a könyvekből az érzékeny dolgokat. Tudod, mire akarok kiukadni? Hogy amikor kikéred magadnak, hogy Magyarországon lipsiznek, meg dipsiznek,
Na, ez történik a Vogue-kal, és az a fajta Vogue kapcsolás, ami Amerikában kint van, és jelen van, mert ott van egy ilyen folyamatos beszédtéma, azt hozzuk Magyarországra, és itt már tényleg nem tudjuk, hogy mit jelent a valódi Vogue. Jó, nem, várjál, csak ezt nem viszed végig, mert a Vogue gyakorlatban a tapasztalat szerint azt jelenti, hogy én lehet, hogy kikérem magamnak, hogy lipsiznek, meg bipsiznek, de én akkor lennék igazán Vogue, ha szeretném, hogy ezek az emberek örökre eltűnnének a közéletből. De hogy én ennek a közélében sem járok. De mert igen, de ezt mondom, hogy ez nem ezt jelenti feltétlenül. De hogy a gyakorlatban meg így valósul meg. Nem, ezt dobjuk rájuk. De hogy beszéljünk egy picit a témáról is. Mert hogy ebben szerintem nagyon fontos az, hogy bármilyen oldalról, tényleg jobbról, balról, Vogue-ból, konzervatívból, keresztényből, nem tudom, hogy milyen oldalból lehet, még jönnek azok a történetek, hogy betiltunk különböző könyveket, szerintem az problémás. Itt ugye abba a helyzetbe takaróznak, hogy akkor el kell dönteni, hogy bizonyos korosztályoknak mely könyvek a megfelelőek. Ebben nyilván a, gyerekeknek ebben a... én megtiltanám a Grimm mesék felolvasását, ott hasakat vágnak fel, ujjakat vágnak le, gyilkosság, mérgezés, stb. Tehát nehogy megmutassuk már pláne gyerekeknek, hogy az élet amúgy egy viszonylag kegyetlen, kíméletlen dolog, nehogy megmutassuk már gyerekeknek, hogy verseny van, meg hogy az életnek vannak igazságtalan oldala is, és még lehet, hogy úgy normális az élet egyébként, és nekünk amúgy dolgozni kell azon, hogy ne így legyen, nehogy megmutassuk, hogy milyen az élet valójában. Na, bocsánat, igen, nem, de érted, szerintem amúgy tökre lehet arról beszélni, hogy a gyerekdalok, meg a Grimm mesék, meg a nem igen. tudom mi az egyébként tényleg pont annak a korosztálynak kellene-e, vagy egyébként túl lehet élni, hogyha ilyeneket hallunk gyerekként, de itt ugye nem ez történik, hanem fogtak egy törvényt, és bebújtak amögé, hogy itt a gyermekeket meg kell védeni a különböző tartalmaktól, és ezeket a tartalmakat hogy nem, pont azok fémjelzik, amik az LMBTQ közösségre utalhatnak, tehát hogy mondjuk van egy karakter a könyvben, akkor azt már így be lehet tiltani, vagy egyébként tényleg azt is olvastam, hogy a feketék életét feldolgozó könyvek is kikerülnek ilyen esetekben a könyvtárakból, mert hogy azt is jegyezzük meg, hogy nem betiltották, hanem valójában kivették egy iskola körzet könyvtárából. Amit még nagyon érdemesnek tartok ezzel kapcsolatban elmondani, hogy nyilván vannak ellenzői annak, hogy a Bibliát levegyék a polcokról. A kedvenc nyilatkozatom ezzel kapcsolatban az volt, hogy nem tudok olyan dologra gondolni, ami a Bibliában van, és ki kellene venni, nem mintha képek lennének benne, tehát hogy ez a pornográf tartalom mint könyv, és ez csak a képekkel van összhangva, ez is fantasztikus, mint hogyha a többi könyvben egyébként tényleg az lenne, hogy azért, mert LMBTQ karakter van benne, ezért van egyből hozzá egy ilyen, nem tudom, erős, vizuális pornográf tartalom. Nem érzem azt, hogy az LMBTQ-t is akár ki kellene venni. Tehát nyilván ez így nem működik, úgyhogy hát a Biblia meg úgy durva, hogy van, hogyha valaki egyszer is olvasta, tudja. Na hát ennek a gondolatnak a jegyében folytassuk a következő hírrel. Jelentősen növelheti az élelmiszer árakat a hulladék gazdálkodási rendszer júliusi átalakítása figyelmeztet közleményében a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége, azaz a FÉSZ. Az elmúlt évek során termékek, így az élelmiszerek csomagolásával kapcsolatos környezetvédelmi problémák orvoslása és az újrahasznosítás hatékonyságának növelése érdekében egy uniós irányelv útmutatás alapján az összes tagállamban, így Magyarországon is bevezetésre kerül az úgynevezett kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, ez az EPR. Az már hazai sajátosság, hogy 2023. július 1-től nem az állam, vagy piaci szereplők, és itt jön a lényeg, által alapított koncesziós társaság, alapított non-profit irányító szervezet, hanem bocsánat, a MOL által működtetett koncesziós társaság fogja kollektívan teljesíteni a szükséges visszagyűjtési és hasznosítási feladatokat a gyártók körében. Tehát még egyszer mondom, mert ez a lényeg, csak egy kicsit összekavartam, hogy tehát nem piaci szereplők által alapított non-profit irányító szervezet, hanem a MOL által működtetett koncesziós társaság fogja meghatározni. A lényeg az, hogy ugye környezetvédelmi adó, illetve termékdíj többszörösét kell majd ezután bármiféle csomagolását után kifizetni, és nem valahány százalékos emelkedésről van itt szó, hanem ennek a termékdíjnak a három esetenként ötszörös
emeléséről, és ez július 1-től megjelenik majd az árakban. De mivel máshol az EU-ban ez így nincs így, és ugye a felül is kétségek vannak, hogy egyébként az eredetileg kijelölt EU-s irányelveknek megfelel ez a magyar törekvés, így nem tudok nem arra gondolni, ami mindenen látszik, hogy nyilván próbáljuk elodázni az államcsődöt, vagy az államcsőd közelébe való kerülést, ezért történik az, hogy az állampapírok irányába erővel kényszerítünk mindenkit, ezért történik az, hogy minden lehetséges módon új adókat, járulékokat találunk ki, ilyen ennek a termékdíjnak szerintem az emelése is. A konkrét esetnek nem tudom, mennyire van köze az államcsődnek az elkerüléséhez, minden esetre nagyon-nagyon aggályos, ami itt történik. Alapvetően a koncepció, hogy a kereskedőket, a gyártókat próbáljuk meg abba az irányba terelni, hogy a csomagolás tekintetében környezetbarát, könnyen újra felhasználható, vagy újra hasznosítható termékeket. De ugye ez nem a magyar koncepció volt, hanem az eredeti európai koncepció. Igen, csak most az történik, arra szeretnék kiukadni, hogy van egy jó koncepció, aminek ugye a megvalósítását itt nem látjuk, hogy pontosan milyen elvek mentén történt meg, és a jó koncepcióból a magyar társadalmon annyi csapódik le, hogy a francba rajtunk megint át akarnak tolni egy olyan intézkedés, ráadásul az Európai Unió, ezt azért hozzá kell tenni, ami miatt nem elég nekünk az élelmiszer árinfláció, hanem még a csomagolásért is fizessünk többet, és adott esetben én abszolút egyetértek azzal, hogy ennek anyagi vonzata van, hogy környezetbarát csomagoló termékeket használjunk, illetve az, hogy ezt az egész globális problémát megpróbáljuk gatyába rázni. A felül ugye nincs kétségünk, hogyha ebből érezhető áremelkedések lesznek, akkor az Brüsszel hibája lesz egyértelműen. Még akkor is, hogyha egyébként mondjuk a többi Európai Uniós országban ez csak mondjuk töredéke áremelkedése. Abszolút, ez a problémám. És kommunikációs szempontból jól jön, és hát növeli az államkasszát is, dupla nyereség. Ez egy probléma, hogy nem látjuk ennek a hátterét, abszolút egyetértek, de a még nagyobb probléma az, hogy teljes mértékben elbagatelizál egy valós ügyet, az, hogy mennyi hulladékot termelünk csak azzal, hogy egy teljesen általános bevásárlást végzünk, egyszerűen elviszi a fókuszt arról, hogy ez valóban probléma, mert a magyar ember csak azt látja, hogy hát Brüsszel miatt már megint többet kell fizetni az élelmiszerért. Igen, egyébként nekem is az volt az első gondolatom, hogy itt ebben egyből és helyből van egy ilyen kommunikációs fantasztikum, amiben így mutogatni lehet majd másra. Aztán a következő gondolatom nekem nem az államcsőd volt, bár én nagyon szeretem belelátni ezeket különböző hírekbe, hanem inkább az, hogy ez megint a feudális rendszernek a működését mutatja nekem. Tehát, hogy itt nincsen az, hogy szabad piaci verseny van, nincsen az, hogy erre felállítunk, vagy egyébként lehetőséget adunk valakinek, aki ehhez tényleg ért, aki ezt tényleg jól meg tudná csinálni, aki adott esetben egyébként olcsóbban tudná elvégezni ezt a munkát, hanem a magunk kezében tartjuk a történetet. Igen, csak valaki... ez mondjuk már láthatóan több mint 10 éve így van, viszont az államcsőd elodázására tett kísérlet tekre azért utal nagyon sok pánikszerű lépés. És igen, de ez nem, de annak. Szerintem ez nem biztos, hogy abba a helyzetbe illeszkedik bele, hanem ez szerintem az elmúlt 13 év intézkedéseibe illeszkedik bele. Hát az eljárási bele. Mód, igen, az, de maga az, hogy ötször akkorát emelünk, az inkább az viszont erre utal. Hát de azért emelünk ötször akkorát, mert egyébként nincs meg a struktúránk, nincs meg az, hogy hogyan kell ezt előállítani, hogyan tudunk gyorsan átállni. Nem az van, hogy itt valaki, aki 10-15 éve abba fektette az életét, hogy hasonló eljárásokkal dolgozzon, már kifejlesztett egy olyan gyárat adott esetben, vagy tehát, hogy megvan az eszköztára, és megvan a képessége ahhoz, hogy ezt meg tudja csinálni, azt felkérjük, hanem azt mondjuk, hogy mi ezt meg fogjuk csinálni. Majd bármilyen szinten visszaforgatódnak arra, hogy majd környezetbarátabb csomagoló anyagokat gyártassuk. Hát ugye nem, pont ezt mondom, hogy nem, csak itt szerintem nem az történik, hogy az államcsődöt foltozgatjuk, hanem az történik, hogy nem adunk lehetőséget valakinek piaci alapon, hogy ő csinálja, hanem az kell, hogy a sajátjainkhoz áramoljon ez a fajta költség is, amit ezen lehet nyerni. Nem biztos, hogy az államháztartásba, nem biztos, hogy annak a hiánynak a betömködésére, lehet, hogy csak valaki egy iszonyatosan részesedést
fog kapni. Ez részben azért a hulladéknak a visszagyűjtéséről és hasznosításáról is szól, tehát, hogy nem ilyen fekete-fehér a dolog, hogy csak újféle csomagolóanyagokat hát valamit szeretnénk. Valamit majd biztosan csinálnak. Igen. Igen, de a probléma gyökere szerintem abban rejlik, amit Eszter mondott el, hogy nem is csak az, hogy piaci alapon a legjobb áron, hanem egyáltalán a legjobban hozzáértő cég, egyesület, bárki, aki ezt a feladatot el tudja végezni, nem oda kerül, hanem oda, ahol az állam úgy gondolja, hogy a legjobb helye van. És az, hogy milyen érvek mentén hozzák meg ezeket a döntéseket, hát pont, hogy általában nem a szakmai szempontok mentén, és ez a legnagyobb probléma. Művészeti támogatásoknál évek óta látom, hogy egyébként nem adóforintokból, vagy nem feltétlenül adóforintokból, hanem szakmától elvont más pénzekből, például elvont jogdíjakból létrehoznak egy alapot, aminek tényleg a törhet beszednek valahány milliárd forintot, és néhány százmillió forintot visszapályázhat a szakma, és azt mondják, hogy látjátok, visszaadjuk, de hát a töredékét adják vissza, ha egyáltalán visszaadják, és nyilván soha senki nem fogja megtudni közülünk, hogy egyébként a pénznek a nagy része hova került, és ezzel nyilvánvalóan ugyanez fog történni ezzel az ügyel. Kommunikációs tekintetben ugye itt beszéltünk arról, hogy a háborús inflációt ugye meg lehet majd fejelni ezzel a brüsszeli történettel. Mit gondoltok ennek lesz még negatív hatása arra vonatkozóan, hogy tényleg hogyan értékeljük az inflációnak a forrását? Tehát, hogy ez még rosszabb lesz, vagy adott esetben ez már nem osz, nem szoroz? Ez már valószínűleg maximum annyit tud hozzátenni, hogy itt vannak különböző táborok, tehát van az egyik, aki, hogyha a kormány bármit mond, hogy miért van az infláció, hogyha még az igazat mondaná, és azt mondaná, hogy ti hazudtok. Meg van az a tábor, akinek, hogyha azt mondod, hogy az úton átszaladó fekete macska miatt lett magas az infláció, nekem közöm nincs hozzá, akkor pedig azt mondja, hogy igen, az úton átszaladó fekete macska miatt lett magasabb az infláció, és nyilván nyilván vannak a bizonytalanok, akiket meg ez egyáltalán nem érdekel, csak így azt szeretnék, hogy valahogyan kijöjjenek ebből kijöjjenek a pénzükből. Ők egyébként most feltételezéseink vannak, azt látjuk, hogy azért sokan elfogadják azt, hogy itt külső benyomások vannak, és szerintem ez az információ, ez nem valójában nem megfejel, hanem ugye arra képes, amire az információs társadalomban mindannyian képesek vagyunk, amikor jön 15 millió hír, azt fogadjuk el, ami a mi valóságunkat támasztja alá. Tehát, hogyha valaki eddig azt gondolta, hogy itt a brüsszeli szankciók, meg a nem tudom mi, akkor eszébe fog jutni, hogy a magyar cukorral hogyan toltak ki, és mellette a brüsszeli szankciók. És nem tudom, és akkor egy ilyen 10 éves rossz, vagy évtizedes ilyen bűnösségét fogja megerősíteni az EU-nak. Ezt mondják úgy egyszerűen, hogy a forrás kritikánkat alapvetően meghatározza az, hogy mi mit akarunk gondolni a világról. Abszolút. Ezt mondtad el egy kicsit hosszabban és szabatosabban. Ez tényleg így van, viszont van itt még ennek a hírnek a kapcsán egy ilyen érdekes igény, a FÉSZ, azaz a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége sürgős egyeztetést javasol a kormányzat és a gyártók érdekképviseleti szervezetei között. Szerintetek fognak sürgősen egyeztetni? Eddig sem egyeztettek, hogyha jól tudom. De nem, egyébként itt ugye megint azt a játékot játsszuk, amit mondjuk a pedagógusoknál is látunk, meg viták vannak róla, hogy ugye van egy jogállamisági eljárás Magyarországgal szemben, amiből mi pénzt remélünk, és amiért mit tenni szeretnénk. Ennek az egyik elvárása az egyébként tényleg az, hogy egyeztetni kell, társadalmi egyeztetéseket kell tartani, és azért azt látjuk, hogy ha bár ezek nem is szólnak tartalmilag valódi egyeztetésről, azért vannak kirakat egyeztetések. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy ez nem fog megtörténni, abban már igen, hogy az nem fog eredményt hozni. Lesz. Igen. Az Apple idei Worldwide Developer Conference rendezvényén bemutatott egy új terméket. A gyártó régóta pletykált új eszközéről van szó, az Apple Vision Pro nevű szemüvegről, amiről sokan azt várják, hogy ugyanúgy megformálja majd a virtuális és kevert valóság eszközök piacát, mint ahogyan azt 2007-ben az iPhone tette a mobiltelefonok piacával. Láttátok a terméket? De van róla egy hosszabb videó, mármint, hogy ugye a termék bemutató reklám videója, én azt végignéztem. Egyébként bevallom őszintén, hogy először olyan
20-25 másodpercnél azt mondtam, hogy jó, ez nekem most így hirtelennyében sok. Mi volt a sok, a kinézete, vagy amit tudott az eszköz már a 20 másodpercből kiderülve? Nem, egyébként az, hogy beleképzeltem egy kicsit magamat annak a hölgynek a helyébe, aki ugye ott ült a reklámban, és elkezdtem egy kicsit bezárva érezni magamat. Nagyon fura, mert ugye az eszköz az pont arról szólna, hogy a valóságomat terjessze ki, és mégis azt éreztem, hogyha lenne rajtam egy ilyen, tudom, bemutatták, hogyha ott ül mellettem a barátom, barátnőm, akkor őt is látom, és ezért fantasztikus. Mégis azt éreztem, hogy ez a fejbe bezárkózásnak egy ilyen egészen új megvilágítást ad, mert valójában ki tudom rakni magam elé, amiben éppen így bele akarok zárkózni, és nem biztos, hogy rosszabb ez, mint egy telefon, csak hirtelen engem elfogott ez a bezártságérzés a termékkel kapcsolatban. Nekem vannak ilyen rémes előképeim, amiről szól egyébként a Black Mirror is, ugye Netflixen már évekkel ezelőtt, hogy tényleg a kapujában vagyunk egy olyan váltásnak, egy annyira brutális technológiai váltásnak, ami talán a legnagyobb az emberiség történetében, és hogy ezek a virtuális eszközök, amikor már nem csak szemüveg lesz, hanem mondjuk egy egész ruha, és nem kell jelen lennünk semmilyen valós térben, hogy akár megtapasztaljunk valós érzéseket. A következő lépés nyilván az agyi elektródák, és akkor lehet, hogy elég, hogyha már testünk sincs, csak mondjuk egy elektrolitban lebeg az agyunk, és akkor az be van elektródázva. Hát és így lehet elérni a halhatatlanság. Így van, az igazi halhatatlanság pedig az, amikor a gondolataink és érzéseink majd bitekké transformálódva valamilyen rendszerbe gyakorlatilag ott fognak mozogni és ilyen, és az is lehet, hogy erre az egészre mi majd nem tudunk, sőt, az is lehet, hogy már most is valami ilyesmiben élünk. Ugye a Matrix erről szól. Az is lehet. Annyira nevetek mindig, amikor valaki így azt mondja, hogy a Matrix az igazi valóság. De egyébként honnan tudod? Tehát nyilván, hogyha így van, nagy valószínűséggel azt sem fogjuk igazándiból megtudni, de nekem ez félelmetes, van benne valami nagyon ördögi, úgyhogy még mielőtt Bianca hozzászólna, nagyon érdekel engem szerint, hogy az ezzel kapcsolatos félelmek, amik szerintem zsigerileg minden emberben, akár bennünk is ott vannak, hogy elől idézhetnek megint ilyen, hogy ilyen luddita mozgalmat, tudod, amilyen annak idején ez a primitív géprombolás volt, hogy egyszer majd ezt hogy az informatikai eszközöket így szétverik az emberek kalapáccsal, hogy húsvéremberek akarunk maradni. Hát szerintem nem ez lenne az első, amire ráfókuszálnának, de amiről te beszéltél, Zoli, az szerintem inkább a virtuális valóság, amitől te félsz. Ez pont ez az augmented reality, vagyis ez pontosan ilyen mixed reality. Ez a kiterjesztett valóság. Kiterjesztett valóság, ugye ennek az a lényege, hogy technikailag látod a környezetedet, jelen esetben az Apple termékénél 15 kamera és 5 szenzor az, ami ebben segít neked. Tehát gyakorlatilag olyan... Később meg majd az elektródák az agyamban. Az szerintem egy másik téma, de értem, hogy miért kapcsolod annyira ezt. Nem. Annyira jó, nem. Majd jövő héten behozzuk az Elon Muskot, jó? Beszélünk arról is. Haverem. Tehát egy picit azt gondolom, hogy itt most kár megijedni és attól félni, hogy 3 év múlva ez lesz a jövő, hogy mindenki ilyen szemüvegben fog mászkálni. Nem ez az első ilyen virtuális valóság, illetve ilyen kiterjesztett valóság eszköz. Volt már ilyen, ami különlegessége ennek, hogy ugye az Apple, mint cég, mint tech óriás, ők azért diktálják a piaci trendeket. És azért nagyon fontos most ennek az eszköznek a megjelenése, mert ugye az iPhone tekintetében is az történt 2007-ben, kijött az első iPhone, eladtak belőle nem egész 7 millió darabot, 6,1 millió darabot, de egy olyan robbanást hozott magában az okostelefon piacban, ami egyszerűen elképesztő volt, amit utána láttunk, és hát elmentünk odáig, hogy nagyjából 2020-ra ilyen 1,1 milliárd darab iPhone-t adtak el a pár milliótól, és ugye még nem is beszéltünk a többi termékről, amit szintén az iPhone ikletett. Nagyjából ennek az eszköznek az lehet a kulcsa, hogy a többi piaci szereplő nagyjából majd valószínűleg ehhez akar igazodni. Például van a Metának, ez a Meta Quest, ez az ő virtuális valóságuk, valamennyire hasonló, vannak átfedések, hogy miket lehet vele csinálni.
az VR, az nem kiterjesztett valóság, viszont ami nagy különbség, az egyik nagy különbség, hogy a Questnél kontrollerrel irányítasz. Na az Apple-nek a terméke az tudja, hogy a szemednek a mozgása és a kezeddel leadott parancsok által, vagy hangvezérléssel tudod irányítani az egészet. Igen, ez egy nem is teljesen új technológia egyébként, vannak hangszerek is most már, amit így irányítasz, meg különböző hangszerek, hangszínek, stb., amit gondolom technikailag ugyanaz, hogy azokkal a mozdulatokkal, hogy a valószínűleg igen. Ami újdonságot jelent ebben az eszközben, az maga a kijelző, ami benne van az eszközben, mert olyan picike pixelekkel dolgozik, hogy gyakorlatilag értelmezhető lesz a 4K felbontás, nem tudom, 3 centire a szemettől, és amennyire én tudom, nem vagyok szakértője a témának, de ez az, amit az eddigi termékek nem igazán tudtak. Ez, illetve az, hogy ez nem egy kiegészítő termék egy okos telefonhoz vagy egy iPadhez, hanem ez maga benne van a teljes hardware, ehhez gyakorlatilag nem kell semmi. Igen, tehát... Az a baj ezekkel, bocsáss meg, csak láttam, hogy még gondolkozol, hogy mit akarsz mondani, de hogy az ugyanúgy, hogy az iPhone azért volt nagy robbanás, mert elképesztő függőséget tud okozni, tehát tényleg nagyon rá lehet kattani egy tabletre, meg egy iPhone-ra, hát erre meg aztán majd mennyire rá lehet kattani, és nekem igazándiból ez a bajom, vagy hogy ma még lesz olyan téma, hogyha elárulhatom, amiben nagyon is szó lesz arról, hogy ezek az eszközök milyen pszichés függést okoznak. Egyébként pont ez az érdekes, és itt kérdezted, hogy lesz-e majd felkelés, meg nem tudom. Én minden egyes ilyen technikai újításnál van nagyon sok ilyen újítás szkeptikus a környezetemben, vagy digitális szkeptikus, nem tudom pontosan, hogy mi a kifejezés, hogy azért a világban azt látjuk, hogy mindig van egy ilyen robbanás, mindig vannak azok, akik elsőként akarják kipróbálni, ott akarnak lenni, csinálni akarják, mindig mindenki rettek tőle, hogy akkor ez elterjed a világban, már a kiterjesztett valóságban élünk 2 éve, hiszen 2 éve ettől rettegtünk, és mindig vissza van ez véve. Tehát egyrészt van nagyon sok ember, aki alapvetően nem szeretné kipróbálni, mások pedig utána akarnak visszatérni majd az életbe. És vannak olyan próbálkozások, ami egyszerűen elhal. Például Google-nek ilyen volt a szemüvege, az egy kiterjesztett valóság volt, de hát ezzel nem lehet összehasonlítani, meg se próbáljuk. Az ugye egy olyan szemüveg volt, aminek az egyik sarkába volt egy kamera, illetve egy picike kijelző, az nagyon egy funkcióra irányult, viszont amikor az a termék megjelent, akkor is nagyjából ezt a fajta pánikot éreztem mindenki, hogy úristen, itt mi lesz, és odáig jutott a termék, hogy egy csomó helyről, azt hiszem nem is került tömeggyártásba, és egy csomó helyről kitiltották, mert ugye bele volt építve egy kamera, és ez problémás volt a személyiségjogok tekintetében. Még annyi, csak egy gyors gondolat, így megakadt bennem, az Eszter előbb azt mondta, hogy vissza akarnak térni az életbe, miután kipróbálták. Hát nagyon sokan nem, és nem is olyan rég az egész világot leteszteltük arra, hogy igenis lehet olyat csinálni, hogy az embereket leveszük az életről, hónapokig bent tartjuk, és hát látható, tehát szemmel látható sokaság nem akart soha visszatérni az életbe, és nem akar azóta se. Egy messze nem teljes körű felmérés szerint Magyarország az egyik legrosszabb hely a világon, ha az ember autótulajdonos. Fontos megemlíteni, hogy 22 ország adatait összehasonlító Ausztrál Compare the Market tesztje 6 szempontból értékeli az autós lét minőségét, ezek pedig az autózás kiadásai a fizetések arányában, az évente dugóban töltött órák száma, az utak minősége, közlekedési baleset halálozási aránya, a benzinár és a járműállomány minősége. Magyarország 3 fontos tényező miatt kapott igen gyenge értékelést, ezek pedig a dugóban töltött órák száma, a halálozási arány az utakon, illetve az utak minősége. Hát igen, itt ki lettek emelve azok a pontok, amik a legnagyobb probléma az autózással, és nem azt gondolom, hogy ahogy a felmérés is mutatta, hogy az autózás kiadásai a legnagyobb probléma ma Magyarországon, bár az fontos, hogy a fizetések arányában nézik, ez nem egy elhanyagolható tény.
Beszéljünk akkor az első pontról, amit említettél, mint fontos szempontot, ugye a dugóban töltött órák száma. Ez alapján, a felmérés alapján azt mondják, hogy 208 órát töltenek évente dugóban az autósok, tehát átlagosan. Ez azt jelenti, hogy naponta ilyen 35 percet. Ez mondom átlag, még egyszer, úgy, hogy nem szedtük le a hétvégéket, tehát átlagosan 35 perc. Így ez nem is tűnik annyira soknak, ahogy néha elnézem a Budapest belvárosát, de hát technikailag mégis nagyon sok, mert merem feltételezni, hogy a vidéki autósokat is beleszámolták ebbe, és azért ott ez mindenképpen jelentősen alacsonyabb arány lehet. Hát vagy más egyébként, tehát hogy különböző területeken különböző dugók vannak, mert egyébként az is van, hogy nagyon sokan, akik ilyen külvárosban laknak, tehát és úgy járnak be nagyobb városokba, ők ülnek leginkább dugóban, meg nyilván ugye a budapestiek. Érzünk ebből valamit egyébként, hogy ugye a Karácsonynak van egy nagyon, a főpolgármesternek van egy határozott törekvése arra, hogy nehezíteni a belvárosi közlekedést, és akkor lemondunk az autókról, hogy ennek van valami eredménye? Tehát azzal, hogy hétvégente a rakpart az én nagy bosszúságomra le van zárva, hogy annak ellenére, hogy nagyon sokat biciklizek, és azt gondolom, hogy a körúton meg lehetne oldani egyébként a nagyon széles járdákon is, ugyanúgy, ahogy a Bajcsinban a kerékpárutat, de egy-egy sáv le van zárva a körútból, hogy ez eredményezte azt, vagy van erre valami mérhető statisztika, hogy sokkal többen döntenek úgy, hogy mégse jönnek autóval be a belvárosba? A probléma az, hogy az autóknak a kiszorítása nem tud csak úgy történni, hogy elvesztük a felületeket mind a forgalom elől, mind a parkoló tekintetében. Hát ezzel párhuzamosan az alternatíváknak kéne növekedni, a tömegközlekedési alternatívák. Pontosan is. Tavasszal, ősszel, nyáron a kerékpár az egy tök jó alternatíva, bár egy csomó embernek nem, de be kell látni azt, hogy nagyon sok embernek meg igen, és használják is. Viszont ami a közösségi közlekedést érinti, vagy a jármű kapcsolásokat, tehát ott meg nem látunk igazi fejlődés, úgyhogy azért tényleg Európa nagyvárosaival kapcsolatban el kell mondani, hogy azért Budapesten bár mennyire is szoktunk panaszkodni arra, hogy igen, koszosak a járatok, hajléktalanok vannak rajta, nem ellenőrzik megfelelő módon a jegyeket. Tehát egy csomó problémát elmondhatunk vele kapcsolatban, viszont azt ki kell emelni, hogy nem tragédia a helyzet, de lenne hova fejlődni. És szükség lenne ahhoz, hogy megfelelő módon, és nem úgy kellene szerintem kiszorítani az autósokat, hogy megszavazzuk azt, hogy a Lánchídra felmehessenek-e az autósok, vagy nem, hanem egy nagyon átgondolt, kidolgozott koncepció mentén egy programot végigcsinálni, aminek az lesz a vége egy, nem tudom, 5 éves folyamatnak, hogy 5%-kal, 10%-kal tartósan csökken a gépjárművek aránya, és ez Budapest tekintetében ez a cél megvan. Tehát vannak olyan dokumentumok, szakmai dokumentumok, ami ezt tartalmazza, hogy hogyan képzelik el a mobilitásnak az átalakítását, csak éppen az akció az, amit nem látunk, vagy nem megfelelő módon látunk. Azért, hogyha már ennyire Budapest specifikusak akarunk lenni, akkor szerintem a tömegközlekedéssel kapcsolatban azt el kell mondani, hogy a hálózat, ami ki van építve Magyarország, vagy Budapesten, az iszonyatosan jó. Tehát el tudok jutni A-ból B-be, nem kell sokat várni, gyakorlatilag vannak ugye kapcsolódások, nyilván a belvárosban érintő villamos szakaszokon 2-4 percet kell maximum várni, tehát hogy azért szerintem a tömegközlekedési szempontból megvan oldva. Az más kérdés, hogyha egy picit távolabb megyünk Budapesttől, akkor már hiányosabbak, vagy foghíjasabbak a járatok és az összeköttetések. Külföldi ismerőseim meglepnek ezzel, hogy mindig dicsérik, hogy Magyarországon mennyire jól ki van táblázva minden. Hogy sokkal jobban ki van táblázva, még akár Ausztriához képest is, hogy viszonylag akár csak táblák alapján is nehéz eltévedni, hogyha tényleg figyeled. Bár nyilván most már sokan GPS-szel megyünk ide-oda, de hogy Magyarországon egyébként hagyományosan nagy figyelmet fordítottak mindig arra, hogy jól legyenek kitáblázva.
tisztázva a dolgok. És szoktunk erről beszélni még, hogy, hogy persze, mert hogy olyan a közlekedési kultúránk, és tényleg nagyon sokan nehezen kérnek bocsánatot, meg nem feltétlenül előzékenyek. Viszont ezzel kapcsolatban is azt kell, hogy mondjam, hogy nemzetközi összehasonlításban egyáltalán nem állunk rosszul. Tehát én nagyon-nagyon sokat vezettem, például mondjuk Los Angelesben, dugóban, de Nyugat-Európában is elég sokat, Franciaországban, Olaszországban, vagy csak akkor, hogy a környező országokat nézem, hogy Szlovéniában, Horvátországban vezetek a legtöbbet, hogyha külföldre megyek, és semmivel sem jobb a közlekedési morál, mint Magyarországon. Ténylegesen nem jobb. Tehát nem érzem azt, hogy előzékenyebbek a sofőrök egymással, különösen mondjuk Franciaországban. Tehát az olyan, mint hogyha valami nagyon sutyóval jelennék. Mondom ezt annak ellenére, hogy én egyébként imádom Franciaországot, meg a francia kultúrát, a francia konyhát, meg pláne imádom, de hogy nem állunk el mi olyan rosszul, ez nem jelenti azt, hogy nincs még hol fejlődni, tehát nagyon is van, de hogy azok a hangok, amik a Magyarországot mindig úgy állítják be, mint valami nagyon negatív példa, az sajnos nem sikerült a tapasztalataimnak igazolni. Biztos, hogy máshol is van probléma a közlekedési morállal, értelemszerűen azért emeljük ezt ki, mert ezzel találkozunk minden nap. De menjünk is át a következő pontra, ugye az a közúti balesetben halálos kimenetelű közlekedési balesetek száma. Ebben is az élen járunk sajnos. Aminek ugye van köze a harmadik ponthoz, magához a járműállománynak a korához, illetve minőségéhez. Egy érdekesség, hogy 2022-ben 475 halálos áldozata volt a közlekedési baleseteknek Magyarországon, ami, hogyha megnézzük, az elég sok. Ebben nem csak a sőt, hát kifejezetten nem csak naponta az... több, mint egy embernek a... Közlekedési balesetben így van. Ez ugye nem azt jelenti, hogy ezek az autóvezetők, ez mindenféle közlekedési balesetre vonatkozik. Tehát itt benne van a gyalogos gázolás, ahol ugye éppenséggel nem az autóvezető az érintett, már hogy nem ő az áldozat, de adott esetben ez a társadalmi morálhoz, az, hogy hogyan állunk az autózáshoz, ennek mindenképpen... Hát a szabályokhoz úgy általában szerintem ennek ehhez van köze. Nagyon sokan akár járművezetőként, akár gyalogosként hajlamosak vagyunk. Hát hány gyalogos van, aki körültekintés nélkül és tilosban szalad át. Tehát nagyon sok halálos baleset van, amiért, hogy tényleg, de ez talán tényleg így van, hogy mi az átlagnál, vagy akár a környező országokhoz képest is hajlamosabbak vagyunk inkább megszegni a szabályokat, és csak azért, hogy nyerjünk fél percet, tilosban átszaladunk az úton. Hát én a Váci út közelében lakom, ami nagyon széles, éjjel-nappal nagy forgalomban, és hányan szaladnak át azért, mert lusták arra, hogy az aluljáró menjenek át, vagy elmenjenek az Ebráig, ahol lámpás kereszteződés van. Igazad van, hogy ez probléma, de mégis, amikor gyalogos követel szabálysértést, átmegy a piroson, átmegy olyan helyen, ahol nincsen felfestve, nincsen átkelési lehetőség, azt mégsem tudom úgy értékelni, amikor mondjuk egy gépjárművezető nem tartja be azt szabályokat, mert leginkább... Aki papírja van arról, hogy tudnia kéne a szabályokat. Meg egyáltalán a felelősségvállalás, hogyha én átmegyek a piroson, és elüt egy autó, értelemszerűen okozok kárt annak is, aki elütött, de mégsem ugyanaz az arány, mint hogyha a gépjárművezető megy át a piroson, és elüti a szabályosan közlekedő gyalogost. Tehát egyetértek. Az aránya nem ugyanaz. De az elhalálozáshoz még hozzájön, ami szintén ennek a felmérésnek a része volt, az utaknak a minősége, az, hogy milyen a közlekedési infrastruktúra. És itt nem csak a Hát van egy pár zenélő útunk még, ugye a 67-es úton kívül, csak az mindegyik Cannibal Corpse számot játszik. Igen, de fontos amúgy, hogy nem csak a burkolat minőségéről van szó, az egy dolog, ami baromi problémás tud lenni, hogyha a csúszós, hogyha nem megfelelően kezelt, de maga az utaknak a kialakítása, az osztályozása, az, hogy hogyan kell viselkedni bizonyos típusú utakon, ebben Magyarországon sajnos nem járunk az élen. Most van egy új info is erről, nyilván nem mondom el, de van olyan ismerősöm, aki autópálya mérnök, és mondja, hogy álmatlan éjszakáik vannak amiatt, hogy bizony azért, hogy mondjuk a fővállalkozó cég több pénzt eltehessen, vagy nagyobb haszonra tegyen szert, bizony kisporolnak bizonyos dolgokat, akár védőkorlátokat, akár az utak megdöntését bizonyos kanyarokba, és ez nagyon komoly probléma, és az a jövőben is gondolom majd megjelenik a statisztikákban.
Nyilvánvalóan, illetve az, hogy milyen szabványokkal dolgozunk, azon is Nyugat-Európában egész más irányt vett a maga itt a közlekedésmérnökségnek, az útépítésnek az alap elgondolása, és ebben szerintem van hova felzárkóznunk. Orbán Viktor pénteki rádió nyilatkozata kisebb vihart kavart Ukrajnában. A miniszterelnök azt mondta, hogy a jelenlegi körülmények között vérfürdő ellentámadást indítani. Még ezelőtt kell tűzszünetet kezdeményeznünk. Politikában a legnagyobb kihívások egyike a saját korábbi hibát beismerése. Olyan mértékig lovalták bele magukat abba, hogy a háborút nyugati támogatása harcokkal meg lehet nyerni, hogy erről az ösvényről nagyon nehéz lesz letérniük, mondta a kormányfő. Dmytro Kuleba, ukrán külügyminiszter, reagált Orbán Viktor szavaira. Az ukrajinszka Pravda hírportál szerint azt üzente neki, hogy ha ő olyan okos, akkor győzze meg Vlagyimir Putyin orosz elnököt csapatai kivonásáról. Hát már eleve ezt kellett volna tenni, a háború megindításakor arról kellett volna győzködni az oroszokat ugyanezzel a logikával Orbán Viktornak, vagy a magyar kormánynak és támogatóinak, hogy nem vezet sehova, tehát de le kell írni a tárgyalóasztalhoz. Hogy még a háború előtt Orbán Viktor találkozott a Putyinnal, és utána ő azt mondta, hogy ott egyébként ő ilyen béke tárgyalást. Hát én arra emlékszem, hogy a Bayer is, meg ugye a barátai utána ilyen győzelmi jelentéseket írtak arról, hogy Orbán Viktor elősegített a világ békét, és hogy nem lesz háború. Igen, csak azért, hogy elméletileg ezek megtörténtek, de közben meg azon... Közben meg háború tört ki. Igen. De nekem egyébként ez annyira émeítő már, ez a ruszki drukkolás, hogy annyira átlátszó, és annyira, hogy elszomorító, hogy egy EU-s politikus, egy EU-s ország vezetője ennyire nyilvánvalóan támogatja az orosz törekvéseket, és az, hogy hagyni kell az agresszort, és tényleg ahogy a honvédség vezetője is nem régen nyilatkozott arra, hogy a második világháború is azért harapózott el, mert nem hagytuk, hogy az agresszor azt tegyen Lengyelországgal, vagy éppen akár többi európai országgal, amit akar. És most is valami ilyesmi győzködik, hát nyilvánvalóan amellett, hogy ez logikátlan, etikátlan és aljas, szerintem kifejezett károkat okoz. Tehát tényleg azt akarjuk, hogy egy nálunk négyszer nagyobb ország, legalábbis lélekszámban mindenképp, de lehet, hogy területre még inkább nagyobb országot, aki így vagy úgy, de azért meg fog maradni. Tehát azért ugye mindenki látja, hogy olyan nem lesz, hogy Ukrajna eltűnik a földszínéről, és az ukrán nép majd így egyszerűen csak eliminálódik és beolvasztódik megint a Szovjetunióba. Tehát tudjuk, hogy Ukrajna meg fog maradni, tehát tényleg ezt akarjuk, és Európa közepén, hogy egy ilyen ellenséget akarunk magunkra szabadítani, és láthatóan ez a törekvés, és nem tudom, hogy ebből milyen hasznot remélünk mi, akár gazdaságilag, akár politikailag. Nekem egyébként az érdekes, hogy rendben van, tehát kommunikációs szempontból elköteleződtünk a béke pártján, legalábbis ugye a kormánynak ez a narratívája, tehát hogy ezt mondjuk nyugodtan, csak mert hogyha ők ezt szeretnék, akkor mondják, nem biztos, hogy egyetértek vele, de ez nyilván egy választás kérdése. Nekem az viszont erősnek tűnik, hogy ezt olyan keretbe foglaljuk, hogy a politikában a legnagyobb kihívások egyike a saját korábbi hibád beismerése. Tehát, hogy most azt állítjuk, hogy valójában az ukránok, amikor őket megtámadták, és azt mondták, hogy akkor én most nem adom fel, tehát nem helyből azt mondom, hogy jó, bocsánat, akkor gyertek, én nem létezek innentől kezdve, és akkor gyertek nyugodtan, hanem azt mondták, hogy már pedig mi egy nemzet vagyunk, már pedig mi a saját területünkért megharcolunk, már pedig ti támadtok minket, és mi ez ellen védekezünk. Tehát védekezni a hiba. És azt a hibát kell beismerni, hogy védekeztek, és nem azt a hibát, hogy megtámadom. Tehát, hogy én ezt a fajta igazságtalanságot... Hát ez az a logika, amikor megerőszakolnak valakit, akkor miért nem hagyod hamarabb szabadulsz? Körülbelül ez a fajta lőkeső ennyire aljas. És van ennek egy bája, hogy ezt a nemzeti oldal mondja el, akinek ugye egyrészt a területi integritás elméletileg fontos kell, hogy legyen. Én értem, hogy a sajátja a fontos, de hát azért nem egy nagy művelet átgondolni abba, hogy Ukrajnán belül ez hasonlóképpen működhet. És tényleg az, hogy egy ország a területét védi, hát az borzasztó, nem lehet elfogadni.
Van egy ilyen kis érdekes sztori így a háború kapcsán, illetve a vélemények, meg az állásfoglalások kapcsán. Van ez az Arina Szabalenka nevű belarusz teniszező nő, aki azt mondta, hogy nem helyesli hazájá a szerepét az ukrajnai háborúban. És ahogyan ugye Franciaországban van most egy ilyen tenisztorna, vagy volt, és ahogy a nyitófordulóban Márta Kosztyuk, most Svitolina is kikerülte ezt a teniszezőt, a hangját rendszeresen és erőteljesen hallató párizsi publikum ezúttal sem változtatott az attitűdön, és kifütyülte az ukrán játékos tettét, aki ugye kikerülte a belarusz teniszezőt. Szerintem ez viszont helyes tett. Tehát az nem helyes, hogy az ukránok, vagy az ukránok támogatói, mert szerintem egyébként valljuk be mi magunk is hárman, most legalábbis egyértelműen úgy hallom, hogy azok vagyunk, de valószínűleg azt egyikünk se helyeslő, hogy emiatt mondjuk a belarusz, vagy az orosz kultúrát, vagy a sportot zárjuk ki a világból, és számoljuk fel, és szüntessünk meg velük minden kapcsolatot. Tehát legalább sportban, meg kultúrában muszáj lenne, hogy megmaradjon a barátság. Oké. Okay. Bája Lex durván kiakadt Gangsta Zolira és Dope Manre az előadó közösségi oldalán üzent a rappereknek egy hosszú bejegyzésében. Gangsta Zoli Ábrahám Robert műsorában beszélt Bája Lexről, ahol azt állította, hogy az énekes egy fellépés előtt pánikrómot kapott, és nem mert felmenni a színpadra. Zoli elmondta, hogy Alex a kint lévő hatalmas tömeg miatt stresszelt, ám amikor a rapper igencsak határozottan ráparancsolt, rögtön kiment a színpadra. Bájelek szerint azonban ez mind szemenszedett hazugság, az énekes egy terjedelmes Facebook bejegyzésben üzent a Kartel frontemberének meglehetősen dühös hangnemben. Elmondása szerint sosem kap pánikromot a fellépések előtt, hiszen imádja a koncerteket és igyekeznek a hatalmas tömeg előtt is még hatalmasabb bulikat csapni. Egyrészt szerintem egyáltalán nem érdekes, hogy valóban Bájelek pánikromot kapott-e vagy se. Ha valóban kapott, igen, akkor azért kellemetlen, hogy a Gangsta Zoli ezt elmondta, hogyha meg nem kapott, akkor meg azért. Igen, de a gangstát ismerve, a gangsta mindenkivel egy poénkodunk, meg mindenkire szokott durva, meg bárulatlan dolgokat mondani, és inkább csak viccesen, nem kell szerintem annyira komolyan venni. De nekem jó, sokkal de gyanúsabb érted, az, bocsánat. Hogy... bármit mondani, az nem ugyanaz, mint kitalálni egy pánikot. Tehát, hogy igen, érted? Csak nekem, nektek nem gyanús az, hogy olyan részletesen magyaráz a Bájelex, hogy miért nem esett pánikba egy ilyen helyzetbe, hogy nem tudott nem az jutni eszembe, miközben olvastam az ő nagyon részletes önigazolását, vagy igazolását, hogy ez olyan, nekem igenis mindig feláll, és bármikor, és igenis mindig minden nőnek jó volt mindig velem, nagyon is, ha tudni akarjátok. Soha nem volt olyan, hogy kudarcot vallottam. Tehát aki akárcsak mondjuk egy ilyen mondatot elmond, ott értelmszerűen minden, egy picit is tapasztalt embernek az jut eszébe, hogy valami ezért nem stimmel. Nem? De mi nem stimmel? Az, hogyha Bája Lexnek volt pánikroham a fellépés előtt. Szerintem is, viszont az nem oké, hogy valaki mondjuk ezt kiteregeti a nyilvánosság előtt, úgyhogy mondjuk ez egy magánügy. Igen, nem szép, de én azt gondolom, hogyha ezt azért mondta, hogy poénkodjon, akkor szerintem lehet viccet csinálni, akár ennél sokkal súlyosabb, meg komolyabb dolgok. Mondjuk akár tényleg egy fogyatékosságból is lehet viccet csinálni. Én azt gondolom, mert miért ne röghetnénk ezen, hogyha amúgy tisztában teszik, hogy ezzel amúgy miért lenne baj. Én egyrészt nem értek feltétlenül egyet azzal, hogy mindenképpen nagy nyilvánosság előtt bármiből viccet kell csinálni. Más nem kell, nem kötelező, az... csak lehet, csak lehessen szerintem. Csak akkor legyen vicc, legyen vicces. Ne, én ebben nem ezt érzem, hogy a Gangsta Zoli viccet próbál csinálni abból, hogy ha a Bája Lexnek pánikroham volt, hanem azt érzem, hogy megy a férfi macsóskodás, hogy így van. Jaj, hát a Bája Lex, akinek... Hogy ott van egy kis félős gyerek, én meg a bátor fasz a gyerek, azt mondom, az előző szót Ez viszont nem vicces. Ez nem vicces, ez szerintem problémás, hogy ez a kultúrált beszélgetés, hogy jaj, a szerencsét. Hát nem tudom, egyébként azt is írja, egyébként ez meg kifejezetten álnaivitás, amikor azt írja Alex, hogy ez ma Magyarországon a média, ebbe az irányba megyünk, a lázítás, az uszítás, a hazudozás, mintha nem tudná egyébként, hogy a magyar média, és egyáltalán nem csak a NER kommunikációs gőzhetőség,
Tengere óta ilyen, hanem a kereskedelmi média létezése óta Magyarországon. Igenis erről szól, láthatóan nagyon sajnálatos módon a lázításról, az uszításról, a hazudozásról, és most már egy nagyon-nagyon erős politikai támogatással erről szól amúgy a közbeszéd és a kommunikáció. Sajnálatos módon erről ettől szól, de ne csináljunk úgy, mint hogyha ezzel most találkozott volna először a Bialex azért, mert Gangsta azt mondta, hogy pánikbeteg. De ettől függetlenül, hogy ez régóta így van, és ez régóta folyik, attól függetlenül igaza van a Bialexnek, és nem, szerintem nem úgy csinált, mint aki most találkozik ezzel először, hanem egyszerűen most világított rá a problémára, mert személyesen megtörtént van, vele valami. De igazán vagány akkor reagált volna, hogyha alámegy. Az, hogy hagyján, hogy pánikbeteg vagyok, de össze is csináltam magam, vagy mit mond valamiért. Tehát ez ilyenekkel pont, én azt gondolom, hogy pont a Gangsta malmára hajtja a vizet, hogyha ebből hisztiből reagál, és pont alá kellett volna inkább mennie. Tessék mondani. Csak folytatnám, hogy a viccel milyen különböző problémáim vannak. Egyrészt tényleg nem gondolom azt, hogy mindenből jó, ha viccet csinálunk. Persze mindenkinek a saját vélemény, csak én azt gondolom, hogy emberek fel tudják mérni azt, hogy mi az a szint, ameddig én nem bántok ezzel feltétlenül másokat. És szerintem szerintem nagy különbség van a között, hogy én viccelődök egyébként akár adott esetben a pánikbetegsége, meg hogy megnevezek valakit, hogy neki pánikbetegsége van, és ezzel kapcsolatban viccelek. Szerintem itt ebben van egyrészt egy nagyon nagy probléma, másrészt meg azt valahogy kihagytuk itt a felolvasásban, és ez viszont a Bialex posztjában egy nagyon-nagyon fontos pont volt, hogy a pánikbetegséggel viccelni amúgy is én azt gondolom, hogy problémás, és főleg azért tartom problémásnak, azért tartom problémásnak egyébként, mert még mindig a társadalom nagy része egyébként úgy van ezekkel a szorongásos betegségekkel, stb., amik egyébként egyre inkább jellemzőek pont a COVID miatt, vagy egyre több ember tényleg szenved bennük, vagy tényleg felismeri, vagy legalább eljutott odáig, hogy felismerése van. Ezért nem szabad úgy kezelni, hogy ilyen ájtatosan sajnálkozat, ennek ellenére a társadalom nagy része még mindig úgy áll azokhoz az emberekhez, akiknek tényleg van egy tünete, ami esetleg mások előtt produkál, hogy ez csak hiszti, ezzel álljál le, stb. Tehát nem vagyunk kellő nyitottsággal az ilyen történésekre. De ez egy más kérdés. De ezt a történetet szerintem van baj azzal, hogy a Gangsta ezzel viccel, mert ezzel megint ugyanebbe az irányba tereli a beszélgetést. Az, hogyha Gangsta Zoli magával a pánikbetegséggel viccelne, azzal szerintem nem lenne probléma. Szerintem is lehet olyan dolgokkal viccelni, amiről adott esetben egyénenként úgy gondoljuk, hogy nem. Az egy egész más szituáció szerintem, amikor a Bialexnek a pánikbetegségével viccel, vagy nem tudom, én nem éreztem ebben a viccet, ezt még egyszer szeretném kielni. Egyébként szerintem se annyira vicces, de a reakciót is túlzásnak. Ne, én is azt mondom, hogy ez egy minősített eset. Nekem amúgy van fájdalmam azzal kapcsolatban, hogy hogyan beszélünk egy pánikbetegségről, egy szorongásos betegségről, hogy még mindig hülyének tartjuk, meg idiótának tartjuk azokat az embereket, akik belátják, hogy probléma van az életükben, de, és nem nem tartjuk, de szerintem nem így szoktunk, aki viccet csinál, az nem azért csinál ezekből poént, mert meg akarja azokat alázni. Tehát most mondok egy példát, hogy most nemrég voltam egy végtelenül kedves felemelő rendezvényen, ahol sérült emberek, például mozgássérült emberek is voltak kerekesszékben, és akkor valaki oda szólt nekik, hogy ti nem jöttek be az állófogadásra, mert ti nem tudtok állni. És olyan jót rögtünk ezen, és ők is és maguk az érintettek is jót rögtek, majd persze ugyanez az ember segített őket betolni az állófogadásra, és együtt ettünk, ittunk velük. Szerintem az ilyen vicceknek nagyon is van helye, hogy oldja magát a feszültséget, hogy ne érezzék úgy, hogy rajtuk csak sajnálkozunk. Tehát igenis be kell vonni, akár ilyen bárdolatlan poénokkal is, mert mindennek megvan a helye, meg az ideje. Nekem is van olyan sztorim, hogy mit tudom, vicceltem azzal, hogy a vegán tömb az úgy néz ki az élelmiszer áruház polcán, mint egy műanyagba csomagolt faros lemez. Megbántottad az étkezési problémákkal rendelkezőket, remélem. És akkor írtam, hogy annyit írtam róla, hogy összefutott a számban nyál ettől a kis faros lemez darabtól, és hát, hogy én milyen anyázó üzeneteket kaptam, hogy azt kívánom, hogy te is a gyerekeddel éjszakákat ülj az ügyeletem, mert te érzékeny, de hát nehogy már, tehát hogyha nekem ez a bajom azzal, hogy mikor a vicc
vicceknél elkezdünk arra figyelni, hogy ki érzékeny mire, akkor soha nem beszélünk semmiről, soha nem mondunk véleményt, és leginkább soha nem viccelnénk semmivel. Szerintem nem szabad erre figyelni, alapvetően muszáj ezt feltételeznünk a másikról, hogy amikor viccet mond, azt nem azzal a szándékkal mondja, hogy le akarja járatni a másikat. Azért más érted, nem akar, egy vegán tömbbe viccelni, azért vannak olyan minősített esetek. De akkor hol a határ? De akkor hol a határ? Hát az, hogy genocidiummal mondjuk nem viccelődnék. Az, hogy beleviszed a személyeskedés, mert hogyha azzal vicceltél volna, hogy neked van egy laktózérzékeny haverod, hogy ha te ezt teszed, nagyon vicces, mert te éppen gusztustalannak tartod, az egy más eset, amikor így általánosságban bedobod azt, hogy a vegán tömb hogy néz ki, és amúgy ebben lehet együttérzés is, hogy a szerencsétleneknek ezt kell lenniük, mert nem ehetnek mondjuk normális sajtot. Tehát én azt gondolom, hogy a személyeskedés határozza meg valahol. Például, hogy egy picit visszajöjjünk az eredeti témánkhoz. Itt ez abszolút tényleg fontos, ebben egyetértek. Abszolút arról van szó, hogy itt személyesen Báj Alexnek szólt egy, én nem mondom viccnek sem nevezném, egy alázás, egy sértés, és ezzel viszont van baj, de akkor is lenne baj, hogyha ez egyel viccesebb köntösben történik meg. Én úgy gondolom. Az írországi Greystone városában úgy döntöttek a szülők, hogy az iskolákkal összefogva közös okos telefonmentességi kódexet fogadnak el. Ez azt jelenti, hogy a kisvárosban minden szülő beleegyezik, hogy nem engedi meg a gyerekének, hogy középiskolás kora előtt okostelefonja legyen. Az egyik szülő elmondása szerint a cél az, hogy egyik gyerek se érezze magát különcnek, amiért nincs okostelefonja. Én a céljával egyébként a végletekig egyet tudok érteni, mert mint azzal, hogy ne érezzék magukat furának és különcnek a gyerekek, és hogy nyilvánvalóan megfigyelhető az, hogy egyre drágább telefon, neked nem ilyened van, te milyen gagyi vagy, izé vagy, nem tudom. De közben azért az egésznek így a, nem tudom, a menetével már vannak problémáim. Tehát hogy azt gondolom, hogy amikor elzárjuk a fiatalokat azoktól az eszközöktől, amiben ők vagy amikkel együtt ők el fogják tölteni az egész életüket. Igen, de lehet, hogy ellenőrzött keretek között meg lehet ezzel, sőt, meg biztos van az iskolában is ezzel való foglalkozás. Nincs, mert mint, hogy itt konkrétan arról van szó, hogy nyilván egyébként, hogyha egy szülő hát, úgy dönt, hogy a gyermekének vesz. Informatikát tanítani, meg alkalmazások használatát tanítani, mint ahogy most is tanítanak, a tudomásom szerint már minden iskolában ilyeneket gyerekeknek. Informatikát tanítottak mindig is, én is tanultam Comenius logót. Mindig, mert nekem például még nem tanítottak, legalábbis általánosban. Tanított a Comenius logót, meg Floppin kellett beadni a házi feladatot, tehát most ezt így hagyjuk. Jó, de most meg de az én gyerekeim a Covid óta meg tabletet használnak, meg azon végeznek el egy csomó minden dolgot. Ennek ellen én is egyetértek az alapelve, és képzeljétek el, hogy mennyire egyébként maga az igény az nem alaptalan, és hogy tényleg nagyon creepy, ami pláne kisgyerekekkel történik, olyan szinten rá vannak függve az okos eszközökre, és olyan szinten vonják ki a társas együttlétből magukat az okos eszközök hatására. Hogy tegnap este mondtam a két legkisebb fiamnak vacsora közben, elolvastam nekik ezt a cikket, és rendesen megijedtek, tehát tátott száj, lesenyelték a falatot, hogy ez most Magyarország? Vagy az egész világon így lesz? Ugye nem? Tehát láttam rajtuk a pánikot, és akkor erősödött meg bennem, hogy az anyátok isteni, tehát tényleg lenne ok arra, hogy én elszedjem ezeket az eszközöket, és tényleg látom, hogy az amúgy egészen konszolidált fiam, a 11 éves fiam, a kisebbik az, ami annyira nem konszolidált, azt rá egy hetente ki kell hívni az ördögűzőt, de ez egy másik beszélgetés, de hogy a konszolidált fiamnál is egyetlen egyet esetben tapasztalunk mindig brutális, nagyon mérő fakadó agressziót, hogyha mondjuk szólunk neki, hogy mondjuk engedjük egy fél órát telefonozni, és mondjuk, hogy most már megyünk kirándulni, tedd le a telefonod, vagy kész a vacsora, gyereki, vagy most tessék abba hagyni, mert megyünk a strandra, tehát még csak nem is olyat mondunk neki egyébként, amit nem szeretne, vagy nem szeretne csinálni, de olyan mérő fakadó agresszió tör föl belőle, hogy elkezd csapkodni, kiabálni, fél óráig, egy óráig duzzogva ül, nem lehet hozzászólni. Tehát, hogy ez az, ami félelmet kelt bennem, hogy oké, amíg használja, oké, nem engedjük sokat használni, ez is oké, de amikor elveszett tőle, akkor valami féktelen agresszió szabadul föl belőle.
egy dolgot reagálnék, Eszter, arra, amit mondtál, hogy azzal a hozzáállással egyet tudsz érteni, hogy ne érezzék magukat különcnek azok a gyerekek, akiknek nem olyan telefonjuk van, vagy esetleg nincs is telefonjuk. Ezzel egyetértek, csak a probléma az, hogy akkor ennyi erővel vezessük vissza az iskolaköpenyt, meg persze, az egyencipőt, mert ugyanúgy a ruházatba, a táskába, a nem tudom, egy csomó minden dologban meg tud ez az egzisztenciális különbség nyilvánulni. Tehát én ezt egy picit ilyen mondva csinált indoknak érzem. Összességében én nem értek egyet ezzel a végtelenség, nem értek egyet ezzel az intézkedéssel. Az, hogy egy eszközt, egy okos eszközt, az okos telefon démonizáljuk azért, mert én úgy gondolom, hogy biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz szülői feladat, és nem akarok ezzel kapcsolatban okoskodni, de akkor is a szülő dolga kontrollálni azt, hogy a gyerek milyen tartalmat fogyaszthat, mennyit játszhat a telefonnal, és biztos vagyok benne, hogy ez egy baromi nehéz feladat. Nem akarom azt állítani, hogy jaj, csak meg kell neki mondani, hogy ezt így kell, úgy kell, amúgy kell, de ezért az eszközt hibáztatni, egy olyan eszközt, amit, hogyha nem kapnak meg ezek a gyerekek, iszonyatosan le fognak maradni. Mert egyszerűen ma ez a trend. Egy csomó mindent meg lehet tanulni azon az eszközön, nem csak a TikTokot lehet pörgetni, vagy az agyhalott meséket nézni. Nagyon-nagyon sok mindenre jó, és úgy gondolom, hogy rengeteg felnőtt sem úgy használja ezeket az eszközöket. De a gyerekek nem erre használják. Tehát látom, hogy hiába mutatom én azt, hogy mit, hogy kell megkeresni a Google-ön, vagy hogy zeneileg érzékeny, meg tényleg tök ügyesek a gyerekeim, és mégsem használják mondjuk a szekvenszer programokat, meg a zenei szerkesztő programokat az okos eszközökön, hanem bizony a TikTokot pörgetik egy perccel azután már, ahogy kimentünk, és magukra hagyom őket. Sőt, bármilyen közösségben együtt vannak az iskolában, vagy valakinek a születésnapján délután is, akármilyen foglalkozás, kidobóznak az udvaron, és a szülők mondjuk bemennek, hogy megígyanak egy üdítőt, vagy egy pálinkát, ahogy kilépünk, a gyerekek már ott ülnek a sarokban, és mindenkinek a kezébe a mobiltelefon, és a TikTokot pörgetik, vagy valami hülye játékon játszanak. Én tovább szeretném fűzni, mint mondtál, Bianca, mert egyébként én is így folytatnám a második felét, nekem is volt ott egy de, hogy ezzel még így érteni vélem a célját, de az a problémám, hogy nem csak lemaradnak, hanem ezzel valójában nem tanítjuk meg őket arra, hogy hogyan kell helyesen használni. És ezzel egyébként pont a TikTok, pont az Instagram, pont a nem tudom mi, amiket szeretnek használni, azok egyébként lehetnek fantasztikusak, és lehetnek iszonyatosan veszélyesek. És az előképezheti azt, hogy hogyan fogják a hírtartalmakat fogyasztani, meg honnan fognak információkat gyűjteni, milyen információkat fognak befogadni. Ugye ami újdonság ezekben az eszközökben, hogy már nem kell hazaszaladni, ugye az én fiatalkoromban még az volt, hogy haza kellett szaladni, hogy a Messengert elérjem, és mellette a különböző füleken megnéztem másokat. Ma már mindig a kezünkben vannak ezek az eszközök, és ez azt is jelenti, hogy ha a szomszéd utcában valami történik, én arról 2 perccel később tudni fogok, de 2 perccel később nem csak tudni fogok róla, hanem a Pistika, a Julika, a nem tudom ki, mindenki a saját féle verzióját fogja elmondani nekem, és nekem döntenem kell, hogy melyik információ tartalom a valós, ezt ugye az egész médiára képzeljük el, hogyha ezek a gyerekek, akik ebbe a világba nőnek föl, akiknek ez mindig az életük része lesz, nem tanulják meg azt, hogy hogyan kell magamat megvédeni, egyrészt a rossz információktól. Én azt gondolom, hogy, és itt szeretnék megint csatlakozni, vagy foglalkozik a szülők javarésze azzal, szeretnék hogy csatlakozni a Biancához, hogy szerintem egyébként pont azzal van a baj, amikor egy szülői közösség azt mondja, hogy én ezt nem akarom ezt a feladatot ellátni, hanem tiltsuk be ezeket a telefonokat. Nem akarok az iskolában azzal foglalkozni, hogy a pedagógusokkal inkább megbeszéljük, hogy hogyan lehet ezt az oktatásba belevonni, és akkor nem tudom, így mi is kezdünk otthon valamit velük, meg ők is kezdenek valamit, hanem közösen összefogva, mert itt ugye egy iskolában igen, volt de először benne ez van a felháborodás. Az a naív feltételezés, hogy akkor a gyerekek majd csak tényleg erre a célra fogják használni, amit de a szülők gondolom, tanítanak, megmondanak neki. De ezt nem gondolom. Az van, hogy nem tudod úgy eldugni, hogy ne találj
találják meg. De nyilván... Vagy nem, ha elmész WC-re, vagy leviszed a szemetet, akkor arra jössz vissza, hogyha eldugtad az ő okos eszközöt, akkor már te okos eszközödet használja, és minden egyéb módot megtalál arra, mert olyan erős függőséget okoz, olyan erős pszichés függőséget, és olyan szinten nem tudnak leválni. Higgyétek el, hogy sokkal kevésbé tudnak leválni erről az eszközről, mint ti vagy én. Ezt láttam, nekem nem is ez a probléma. Én ezt látom, meg látom azt, hogy a TikTok meg folyamatosan. De én azt mondom, hogy nem tiltani kell az életkori sajátosságokat, mert ezek azok, mondom, nekünk az MSM volt. Nem tiltani kell, hanem meg kell tanítani arra, hogy azt hogyan kell felhasználni. Én és látom, hogy a TikTok folyamatosan pörög, tehát hogy ez van kikapcsolhatatlan, elvehetetlen, tényleg mindent felemész. Akkor én inkább arról beszélgetek a gyerekkel, hogy azt hogyan használja. A függőség kérdése valóban szerintem egy picit különkezelendő a problémakörtől. Megteheted azt, hogy buborékba zárod a gyerekedet? És de nem... semmit nem jelent az, hogy te beszélgetsz valamivel a gyerekkel, hidd el. De nem jelent az semmit, hogy adott esetben ő pörgeti az Instát, a TikTokot, lát rajta tartalmakat, mondjuk te is látod, és leültök róla beszélgetni. Mutasd már gyereket, meg egy szülőt, aki leül a gyerekével, és átbeszélnek valamit. Nem így működik a gyereknevelés. De akkor ez a probléma. Működik, de nem, de hát mi ezt kispekulálhatjuk, de gyereknevelés soha nem működött úgy, hogy én megbeszélek valamit a gyerekemmel. A gyereknevelés úgy működik, hogy te példát mutatsz, és van számtalan olyan terület, amire a példamutatásod ellenére sincs hatásod, és legfeljebb aggódhatsz, és nincs más választásod, és még hogyha nem is szerencsés megoldás, de sok rossz közül meg lehet, hogy ez a legjobb, hogy bizony vannak helyzetek, amikor tiltani kell, és el kell zárni. De a gyerekdac korszaka után azért mégiscsak megérkezik az, hogy ha velem foglalkozott az anyám, az apám, 5 éven keresztül magyarázta, és én azt nem akartam befogadni, mert lássuk be, hogy nagyon sok ilyen helyzet volt a mi fiatal korunkban is, amikor mi később jöttünk rá arra, hogy amúgy nekik igazuk volt, érted, beépült az életünkbe. Kellett hibáznunk, mindenkinek kell hibáznia, ez az ő hibájuk, ennek majd meglátjuk, hogy milyen zei lesznek, csak erre még korábban úgy, nem volt példa. Értem, tehát hát most egy olyan körülményről beszélünk, amiről új problémái vannak, mindegyiknek. Nem feltétlenül vannak ilyen jellegű problémák. Tehát az, ahogyan az információ gyakorlatilag korlátlanul és ellenőrizhetetlenül áramlik, ezzel kapcsolatosan nincs korábbi tapasztalata az emberiségnek, hogy ez mit okoz. Ez most nem arról van szó, hogy a hosszú hajadivat, vagy a trapézgatya, vagy szabad-e betorzítani a gitárt egy zenébe, érted? Vagy hogy tetováltatjuk-e magunkat, vagy se. Ennél sokkal mélyrehatóbb és súlyosabb probléma, és nem nincsen az emberiségnek erre vonatkozóan korábbi tapasztalata. Technikailag van, tehát ugyanezt a történetet eljátszottuk, amikor megjelent a televízió, a mozgóképes film, ugyanez ez a para volt az emberekben, hogy ugyanez... Egyáltalán nem ugyanez szerintem. Már szerintem ugyanez, csak te más... Egyáltalán nem interaktív. Nem. Nem azt mondom, hogy ugyanaz, hanem a félelem volt nagyon-nagyon hasonló, amit gerjesztett. Igen, de a tényleges hatása egyáltalán nem volt ilyen mélység. Bocsánat, ez nagyon izgalmas vita, de itt le kell zárnunk. Köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Mellettük ülőkkel tovább folytatják ezt a beszélgetést.